Egy téma, három vendéggel 50 percben, ez a mai téma, jó estét kívánok! Azok a kormánnyal szemben kritikus, akár választók, akár politikusok, akik esetleg azt gondolták volna, hogy majd az amerikai nagykövetség fogja elvégezni azt a politikai munkát, amit az ellenzéknek kéne, és majd jó, megbuktatja az Orbán kormányt, vagy legalábbis valami nagyon jelentős szankcióval fogja sújtani, azoknak csalódniuk kellett. David Pressman sajtótájékoztatót tartott, amely diplomáciai körökben viszonylag szokatlan, és már rebesgették napok óta egyébként a mi kollégáink is itt a tévében. Hetek óta már beszélnek arról, hogy valamilyen szankciók készülnek Magyarországgal vagy magyar tisztviselőkkel szemben. Kormányzati köröket ezek a szankciós intézkedések jelen pillanatban legalábbis úgy tudjuk, hogy nem érintenek. Az orosz anya intézménnyel rendelkező nemzetközi beruházási bank, amely magyar székhelyen működik, annak a magyar alelnökét. Azt kitiltották az Egyesült Államokból, és egyelőre ennyit tudunk róla, hogy még esetleg mire készülnek az amerikaiak. Azt nem David Pressmannek a sajtótájékoztatóján természetesen volt udvarias diplomáciai megjegyzés is arról, hogy Magyarország erős és fontos szövetséges itt a térségben, és természetesen voltak kormányzati reakciók is. Ezzel összefügg talán az, hogy elindult egy plakátkampány is, amely azt tartalmazza, hogy egyrészt 56 Magyarország, másrészt pedig most Ukrajna, a kettő közé kiírva az, hogy ruszkik haza, a plakátnak a másik oldalán pedig az áll, hogy akkor lesz vége a háborúnak, hogyha az oroszok hazamennek. A magyar kormány szerint ez háborúpárti propaganda. Hát majd megnézzük egyébként, hogy magyar kormányzati tisztségviselők, vagy éppensége maga az államfő mit mondott azzal kapcsolatban, hogy az oroszoknak hol volna a helye. Ezekről is fogunk majd beszélgetni Rostoványi Andrással, a Népszava külpolitikai újságírójával, Harangozó Tamással, az MSZP országgyűlési képviselőivel és Pék Szabolccsal, az iránytű intézet elemzőivel. Uraim, már előre köszönöm a mai beszélgetést. És hogyha már David Pressmant említettük, akkor nézzük is a sajtótájékoztatójáról készült összefoglalót. Nikolaj Koszovot, Georgi Potapovot, illetve Laszlócki Imrét. Rendkívüli sajtótájékoztatóján jelentette be David Pressman, amerikai nagykövet, hogy az Egyesült Államok több mint 50 intézményre és személyre vet ki szankciókat. Közöttük található a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank. Ennek a Kreml által finanszírozott platformok a jelenléttel Magyarországon ez veszélyt jelent mind az európai szomszédokra, mind pedig a NATO szövetségesekre. David Pressman hangsúlyozta, azóta, hogy 2019-ben a bank Moszkvából Budapestre tette át székhelyét, az Egyesült Államok többször jelezte aggodalmát Magyarország felé. A nagykövet arról is beszélt, hogy aggodalommal töltik el a magyar kormányzat mély és erős kapcsolatai Oroszországgal. Ugyanakkor hozzátette, az Egyesült Államok NATO tagként elkötelezett amellett, hogy szoros kapcsolatot ápoljon Magyarországgal. Mennyire számít ez erős jelzésnek az amerikai Egyesült Államok részéről, mert a magyarországi kommentárokban, főleg a kormányzattal kritikus orgánumoknak a felületein több olyan megjegyzés is elhangzott az elmúlt napokban, amelyek alapján még keményebb fellépésre lehetett volna számítani. Szóval így a nagyságrendjét, hogyha érzékelni akarjuk ennek a mai sajtótájékoztatónak, akkor hova helyezzük-e? Én úgy gondolom, hogy nem túl erős, tehát azért az ember arra számítottam, ilyen felhajtás volt körülötte, hogy ennél valami erősebb bejelentés lesz, tehát akár ugye gondoljunk vissza a Vida Ildikónak ugye a 2014-es kitiltására, én valami ehhez hasonlót... Ugye akkor adóhatósági elnök volt, csak mondom a fiatalabbaknak, akik akkor születtek. Igen, ő volt az adóhatóság elnöke, és akkor ugye később 2015-ben lemondott, de gyakorlatilag ez nem hiszem, hogy úgy érdemben nagyon megérinti a NER-t, hogy a Kémbanknak ugye a magyar alelnökét szankciós listára teszik. Sőt, ugye paradox módon még erősítheti is ezt az amerikai ellenes narratívát. Tehát ugye láthattuk a kormányzati kommunikációkat, ugye gyakorlatilag a miniszterelnök már megelőlegezte, hogy ne akarjanak minket az amerikaiak belesodorni a háborúba, a Dajcs Tamás már ugye présemberről beszélt, és a Magyarország kormánya oldalon pedig azt írták, hogy ne akarjanak minket belepréselni a háborúba, tehát még egy ilyen szóviccet is megengedtek maguknak. Tehát ez még inkább erősíti ezt a narratívát, hogy Orbán Viktor ugye szabadságharcol, és minket a nyugat támad, és ugye ezek a lépések még inkább ezt erősíthetik. Én azt mondanám, hogy maga a felhajtás is üzenetértékű volt, tehát napokig találgatta a magyar sajtó, a kormány sajtó, meg a kormány kritikus sajtó egyaránt, hogy mivel készül az Egyesült Államok, és az, hogy viszonylag, hát ahogyan fogalmaztál, csalódáskeltő volt bizonyos emberek számára, az nem jelenti azt, hogy nem volt ez egy figyelmeztetés az Orbán kormány számára. Pressman maga is hangsúlyozta, hogy
azt szeretnék, hogy az Orbán kormány változtasson irányt, tehát hogy javuljanak a kapcsolatok, ne Oroszország kegyeit keresse, és ezt akarta kifejezni. Nyilván, mint diplomata, nem fog rögtön kormányt buktatni, finom jelzésekkel operál, és ez most egy újabb finom jelzés volt, adott esetben ezt még fokozhatja. Általában a nagyköveti szerepnek mi az elsődleges ismérve? Az, hogy az őt küldő országnak az érdekeit képviseli a fogadó országban, és azokat próbálja érvényre juttatni, vagy pedig elfogadja, hogy az az ország, ahol éppen őt helyezték, az működik úgy, ahogy működik, és ő a hivatalos kapcsolat a saját kormánya és a, ha úgy tetszik, vendéglátó ország között, és ennyi. Nyilván mind a kettő. Egy normális, jó nagykövet esetében, de mégiscsak valamelyik ország nagykövete. Tehát ő itt az ő kormányát és az ő országát képviseli. Nem véletlenül sajtótájékoztatón hivatalos formában is közölte azt, amit a kormánya otthon néhány óra eltolódással, ugye magán a kormányzati honlapokon, meg egyéb nyilvános fórumokon is már az 50-es listát nyilvánosságra hozta. Egy jó nagykövet nyilvánvalóan igyekszik megérteni azt az országot, ahol van, és egy fogadó ország számára is jó nagykövet, és ezért érdemes egyébként személyesen is jó kapcsolatot ápolni szerintem minden nagykövettel, az egy nagyon jó nagykövete tud lenni a fogadó országnak is odahaza, ha ezt az országot érti, szereti, és lobbizik akár a saját kormányánál ezért az országért. Ez az utóbbit a jelen pillanatban ugye kevésbé tudjuk elképzelni. Azért egy mondatot magáról a témáról hadd mondjak én is a felvezető első kérdést. Mi lenne, ha nem látnánk bele többet, mint ami, azt viszont belelátnánk, ami? Tehát semmi köze David Pressmannek a magyar kormányhoz, a NER-hez, a politikai berendezkedéshez, az ellenzékhez, vagy a kormányhoz politikailag. Az Egyesült Államok a NATO vezető katonai ereje, azt hiszem, hogy ezt senki nem kérdőjelezi meg, és jelen pillanatban azt tették, hogy egy NATO szövetséges tagállam területén évek óta nyíltan kritizált, és nem egyszer nyíltan, és ahogy elhangzott, valószínűleg a színfalak magot tenni, sokkal komolyabban jelzett, akár titkosszolgálati csatornákon jelzett, orosz bankot, amelyik sokak szerint fedő kém tevékenységet szolgál az Orosz Föderációnak, ezzel a bankkal szemben lépést tett a NATO vezető katonai ereje a saját eszközeivel. Biztonsági kérdés, nem politikai, biztonsági kérdés. Az egy jó kérdés, hogy Magyarország saját magától eddig miért nem lépett semmit. És azért mondom, hogy ne értékeljük túl, mert aki itt most nem tudom, a felvezetőbe elhangzott, hogy voltak, akik azt várták, hogy az Egyesült Államokat majd megoldja a belső politikai kérdéseket, nem, ezt majd a politika megoldja itthon, ha tudja. Nem ez a dolga. De arra a kérdésre szerintem fontos rávilágítani, hogy biztonsági kockázatot jelent ez a bank. És ezen keresztül biztonsági kockázatot jelent hazánk jelen pillanatban, a NATO-n és az Európai Unión belül. Ez utóbbi viszont óriási probléma. Beszéljünk egy szót talán arról, aki nem tudja pontosan, hogy ez a Nemzetközi Beruházási Bank mit jelent. Ennek a neve így egyébként jó hangzik, így passzol az európai kultúrkörbe, vagy a nyugati kultúrkörbe. De azért arról van szó, hogy olyan bankról egyrészt ennek Magyarország is részben tulajdonosa, több más keletkező közép-európai ország is tulajdonosa volt, a háború kitörése után kiléptek belőle. Az oroszok azok benne maradtak, úgy hírlik, hogy a bank lényegében egyébként csődben van. A lényeg, hogy az Európai Unió területén bármilyen fajta pénzügyi tevékenységet végezhet ez a bank, Moszkvából költözött Budapestre a székhelye, és a tisztségviselői, az orosz tisztségviselői is, azok diplomáciai mentességet élveznek akkor, amikor ki és beutaznak, sőt a banknak a tevékenységét a magyarországi hatóságok sem ellenőrizhetik, ezért mondják azt sokan, hogy az orosz befolyás kiépítésének egy fontos bázisa lehet, és a háború kitörése óta egy másik jelentős körülmény az, hogy az orosz nagykövetségnek a létszáma, az itt állomásozó diplomatáknak a létszáma, akik tudjuk egyébként, hogy általában FSB-sek, vagy legalábbis egy jelentős részük, az a duplájára nőtt addig, amíg egyébként orosz kémtevékenység miatt számos diplomatát utasítottak ki a szomszédos országok. Ez milyen optikában helyez el bennünket? Én még megemlíteném, érdekes, hogy beszéljünk arról a személyről, hogy a magyar érintettségű ember, akit a Laszocki Imre, akit kitiltottak, ő 61-ben született és Moszkvában diplomázott a 80-as évek végén nemzetközi kapcsolatok szakon, tehát azért
feltételezhető, hát nyilván perre nem akarok menni emiatt, de hogy aki nemzetközi kapcsolatokon... Mi se úgy, hogy óvatosan fogalmazunk az ATV-re. Moszkvába szerez vörös diplomát, valamilyen szolgálati érintettség akár felmerülhet, és ugye később Kazasztánban, Kirgizisztánban, itt-ott, és hát nyilván ugye ebbe a bizalmi pozícióba, mint magyarországi alelnök jelelhetett meg. Illetve hát, amit a szerkesztő úr is említett, hogy gyakorlatilag a magyar joghatóság alól, tehát ez szerintem egy jogi nonsens, hogy teljes mentességet kapott, gyakorlatilag a magyar hatóság nem járhat ezzel a bankkal szemben, illetve a bankárok diplomáciai mentességet kapnak, tehát szabadon jöhetnek, mehetnek, ami abszolút szintén egy jogi nonsens, egy átlagos bankárnak nem tudom erre miért van szüksége. És még annyit tennék hozzá, hogy Magyarország maradt az egyetlen az Európai Uniós partnerek közül, aki még ebben részt vesz, vagy részvényes. Egyébként olyan nagyon komoly országok vannak benne, mint Kuba, Mongólia és Vietnám, de például az uniós partnereink, akár a bolgárok, akár a románok, akár a csehek és a szlovákok, ebből az egész történetből már kiugrottak, hát itt is talán mi vagyunk az utolsó csatlós ebben a bankban. Illetve bocsánat, még annyi, hogy Gulyás Gergely arról beszélt februárban, hogy nem tudta megmondani, hogy menthető-e a bank, mert nyilván ugye a nemzetközi szankciók, az Oroszország elleni szankciók is keményen érintik ezt a bankot. Nézzük meg, hogy milyen reakciók érkeztek az amerikai nagykövet sajtótájékoztatójára. A Momentum jelzésként értékeli az amerikai nagykövet bejelentését. A magyar kormány egy olyan pályára lépett rá, ami orosz barát, ukrán ellenes, a teljes egészében Kína felé próbál meg elköteleződni a nyugati beruházásokkal szemben. Az MSZP szégyennek tartja, hogy egy magyar, a Nemzetközi Befektetési Bank alelnöke is rákerült az amerikai szankciós listára. Mi már annak idején mondtuk, hogy ez az orosz bank, amelyikben most már csak Magyarország az egyetlen EU-s tagállam tulajdonos, ez egy trójai faló. Az LMP szerint nem véletlen, hogy David Pressman éppen a belorusz külügyminiszter budapesti látogatására időzítette a bejelentését. Nekünk nem azért kell kilépni, vagy kellene kilépni a Nemzetközi Beruházási Bankból, mert az amerikaiak ezt kérték, hanem azért, mert ez diktálja a józan ész, és ez a bank egy nemzetbiztonsági kockázat. Tetlák Őrs arra is felhívta a figyelmet, hogy a háború kitörése óta a magyar külügyminiszter 4-szer járt Moszkvában. És a legutóbbi energiavásárlással a kormány megint úgymond hűségesküdtett, hogy továbbra is hajlandó finanszírozni az orosz agressziót. Félreértik-e Magyarországot akkor, amikor az Európai Uniós intézményekben megszavazzuk azokat a szankciókat, amelyek igenis és ártanak Oroszországnak, erről már egészen biztosan tudunk, vagy például, nem tudom, tudják-e, hol van a térképen Mali, nézzék majd meg, meg egy kicsit a hírekbe kutassanak utána, hogy ott éppenséggel fegyveres konfliktus van. Tehát egyrészt a Mali misszióban is katonai erővel részt vesz Magyarország, vagy korábbi az iraki koalíciós misszióban is részt vett Magyarország, úgyhogy ezek ráadásul nem is NATO missziók voltak, hanem egész egyszerűen csak a bajtársiasság vagy a partnerség okán ezekhez csatlakoztunk. Tehát magyar katonák igenis voltak, vannak külföldön, mégpedig háborús zónákban, éppenséggel adott esetben francia vagy máskor amerikai vezetés alatt. Szóval úgy is kinézhet a dolog, hogy mi igenis és jó szövetségesek és partnerek vagyunk. Ugyanakkor a kormány retorikája nem ezt bizonyítja, tehát hogy hiába mondta Orbán Viktor évekkel ezelőtt, hogy a tetteit és nem a szavait kell nézni, ugyanakkor az, hogy ilyen amerikai ellenes retorika megy a kormány szócsövekből, a kormányzati szereplők részéről, ezt nagyon nehezen viselik szerintem az Egyesült Államokban, hiszen ez adott esetben akár a közeljövőbe is meghatározhatja Magyarország orientációját. Abba a körben kell elhelyezni az amerikai ellenes megnyilvánulásokat, amit a háború jelöl ki számunkra, ahol tudjuk, hogy a retorika is, az információ és a dezinformáció is a hadviselésnek egyfajta része, és az ezen eszközöknek a használata az valamilyen pozíciót is kijelöl. Én szerintem nagyon fontos, hogy pontosan lássuk az Orbán kormány motivációját. Az Orbán kormány egyetlen szent motivációja az a hatalom megtartása. És mindent ennek rendel alá. Ma az Orbán kormány által néhány éve elfogadott nemzeti biztonsági stratégia, illetve nemzeti katonai stratégiánk első mondatai között szerepel. Két pilléren alapszik Magyarország biztonsága, egy erős nemzeti haderőn, ezen azért még kell dolgoznunk, lássuk be, és a kollektív biztonságunkon, amit a NATO, az úgynevezett ötös cikkely, amiről itt sokat beszélünk, alapszik. Ezt mondja az Orbán kormány.
Ennek a NATO-nak a legnagyobb katonai ereje nagyjából akkora erővel bír, mint a világ összes többi országa, már ha a GDP vagy a költés arányos hadsereget nézzük, mint mindenki más az egész földbolygón. Most ezzel a kormánnyal szemben a magyar nemzet érdekében a magyar kormány egy háborús időszakban nem kötegethetne, ugye? Ez józan paraszti észsel belátható. Miért kötekszik? Azért kötekszik, mert egy olyan politikai, demokrata párti vezetése van az Egyesült Államoknak, ami nem kedves Orbán Viktornak, és amelyik merészeli szóvá tenni, hogy Magyarországon a jogállam, a demokrácia, a szabadságjogok nincsenek rendben, és egy ezen a szövetségesi rendszeren belül pedig ezeknek rendbe kell lenni. Ennyi az oka, csak azt merészelem ezzel elmondani mindenkinek, hogy értse, hogy ez, amit az Orbán kormány az USA-val szembeni retorikában, és most már szervezett ellene hangolással csinál itt Magyarországon, ez konkrétan a saját maga által leírt nemzetbiztonsági stratégiának is ellentétes, ez csak a politikai érdekei és a hatalom megtartása tekintetében fontos az Orbán kormánynak. A műsor következő részében beszélünk majd arról, hogy miért háború ellenesek azok a plakátok, amelyek azt kommunikálják, hogy az oroszok menjenek haza és fejeződjön be a háború. Megpróbálunk erre az ellentmondásra valamilyen fajta feloldást találni. Néhány perc szünet és jövünk vissza, maradjál. Rostoványi Andrással, a Népszava külpolitikai újságírójával, Harangozó Tamással, az MSZP részéről és Pék Szabolccsal, az Iránytű Intézet elemzőjével folytatódik a mai téma. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Mondom nekik, hogy a műsorunknak az apropóját az adja, hogy David Pressman, amerikai nagykövet sajtótájékoztatót tartott, ahol az Egyesült Államokból történő kitiltásokról is nyilatkozatot tett. Ez érinti a Budapesten lévő, egyébként orosz alapítású, magyar résztulajdonnal működő Nemzetközi Beruházási Banknak az egyik magasrangú tisztviselőjét, a magyar alelnökét is. És aki ennél többre számított, annak viszont be kell érni ennyivel, mert igazából földindulásszerű politikai következményei úgy tűnik, hogy nincsenek ennek az amerikai nagyköveti bejelentésnek, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a kormány is meglehetősen visszafogottan reagált, pedig hát korábban emlékezzünk arra, amikor majd meg is fogjuk mutatni a műsorban, André Goodfriend 2014-ben kitiltott a Vida Ildikót, akit már említettünk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal akkori vezetőjét, akkor bizony a kormány igen élesen reagált ahhoz képest, most szordínos. Mi lehet e mögött? Hát én nem tudom, hogy erről az útról irány a lenini út, erről vissza lehet-e fordulni, mert néztem korábbi méréseket, külpolitikai preferenciákra kérdeztünk rá, és hát nagyon, főleg a Fidesznek a tábora különösen eltolódott orosz párt irányba, tehát a fideszesek között háromszor többen szeretnék, hogy szorosabb viszony legyen az oroszokkal, mint az Egyesült Államokkal. Szóval amikor azt kérdeztük meg, hogy ki a felelős a háborúért, majdnem közelfelük azt mondta, hogy a NATO, közel harmaduk szerint Ukrajna, és csak 10%-uk szerint Oroszország. Tehát hogyha egyébként ugye ez a hathatós propaganda, ugye azt három szintjét szoktam elkülöníteni, tehát általában Novák Katalinnal viszik el a, úgymond az euróatlanti balhét, tehát ő szokta inkább ezeket a euróatlanti szólamokat felmondani. Ugye a magyar kormány az mindig ilyen két lelkű, kicsit ide is beszélek, de azért relativizálom a háborút, és a médiából pedig ugye ez a propaganda ömlik. Ahova most végül is ki akarok lyukadni, ennek az a lényege, hogyha gyakorlatilag most már a táborba is ez ennyire bele lett úgymond nevelve, hogy mi orosz pártiak akarunk lenni, pedig még 2010 előtt ez még egy nagyon erősen ruszofób tábor volt, ugye a Fidesznek a tábora, hogy lehet-e ebből a pozícióból, amit 10 éve konzekvensen építgetnek, ebből egyszerűen csak így ki lehet-e bújni. Én ebben szkeptikus vagyok. A külpolitika azért az egy olyan dolog, hogyha a feleknek a mozgását nézzük, ott mindig vannak gazdasági érdekek, vagy direkt befolyásszerzés, akár politikailag, akár területileg, akár az erőforrásokért történő harcban, lehetnek ideológiai alapjai, vagy lehetnek biztonsági alapjai is annak, hogy egy ország milyen külpolitika doktrína mentén viszi a saját ügyeit. Nyilván a háború az elbillentett mindent a biztonsági preferenciáknak az irányába. Ez hogyan nyilvánul meg a magyar külpolitikában? Mert a magyar kormány folyamatosan azt mondja, hogy mi békepártiak vagyunk, ellentétben a háború pártiakkal. Tehát a biztonsági elemét a külpolitikának hangsúlyozza a magyar kormány is. De hol van háborús veszély? A magyar kormány külpolitikája ugye az a baj, hogy belpolitika, tulajdonképpen egy kiteljesztett belpolitika. Mint például Törökország esetében is ezt láthatjuk,
és emiatt szűk a mozgást külpolitikai a kormánynak, ugye, mint mondta a kollega is, figyelniük kell a tábornak, a felhelgert, nyugat ellen felhelgert tábornak az igényeire, és emiatt szerintem kényszerpályán van a külpolitikát illetően, és ezért van ez a teljesen egysíkú, mi békét szeretnénk kampányt, és nagyon érdekes, hogy például sosem említik, hogy ki a leginkább háborúpárti, hogyha úgy nézzük, az Orbán kormány értelmezése szerint az bizony Lengyelország lenne, illetve a balti államok, mert ők támogatják a leginkább Ukrajnát abban, hogy megvédje a saját területét az orosz invázióval szemben. De igen, mondjad nyugodtan. Én picit vitatkoznék, az elejével egyetértek, tehát nagyjából hasonlót mondtam én is, hogy ennek belpolitikai indítatása van a külpolitikának, szerintem ez tény is való. Én azzal vitatkoznék mind a kettőtökkel, hogy a Fidesz tábora most aztán itt évtizedek alatt át lett állítva a ruszofóból orosz pártivá. Nekem a számok szerintem, mondták ezt, nem, a hangsúlyt, kérlek, várd meg a mondat végét, hogy évtizedek alatt ezen volt a hangsúly. Nem. Szerintem ez a propaganda gépezet, ez ma a Fidesz saját táborát heteken belül hangolja át, vagy vissza bárhova. És hogyha Rogán Antal megnyom egy gombot, akkor itt 3 hónap múlva minden fideszes amerikai zászlóval rohangászik az utcán. Ugye ezt meg kellene figyelni a háború kitörése után a kormánypárti orgánumoknak, mondjuk a közösségi oldalain, ahol valószínűleg jelentős számban vannak az elkötelezett támogatói a kormánypolitikának, hogy addig, amíg a Fidesz nem adta ki az irányt, vagy a kormány nem adta ki az irányt, addig volt egyfajta orientációvesztés, és valóban úgy volt, hogy ezek ugyanazok, akik 56-ban voltak, aztán innen visszabillent a dolog, bár nem reprezentatív kommenteket nem olvasgatunk. Nem a politikai tartalmi részét mondom, hogy ez fog történni, vagy mi fog történni. Én azt állítom, hogy ez a gépezet a Fidesz saját tábora tekintetében, a hatékonysága tekintetében, szerintem hetekben mérhető módon tudja a ti közönkutatásotok végeredményét megváltoztatni. Olyan szempontból alátámasztanám, amit képviselő úr mond, hogy erre egy nagyon eklatáns példa volt a szankciók kérdése, tehát amikor ezeket bevezették, akkor még a társadalom, ezt már többször emlegettem, hogy a társadalom abszolút többsége 51% ezeket támogatta, 40 ellenezte, és ugye akkor elindult, hogy szankciós infláció, bombás plakátok, stb. Nem mondom még. És most már gyakorlatilag ilyen 60% körül lehet az, aki ellenzi, tehát sikerült átállítani, és ez ugye nem csak a Fidesz táboron belül, hanem ez a teljes népességen belül. Most egyébként a számok, utolsó számok, amikre elém kerültek, a kormánypárti a 2/3-ának van rossz véleménye az Egyesült Államokról, Oroszországról viszont több mint a felének jó véleménye van. Nem tudom, hogy ezt mennyi idő alatt lehet átállítani, de hogyha ez a Kesma Birodalom a 500 sajtótermékével, a megafonos fiúk és lányok, illetve a köztévé a 120 milliárdos előforrásával ráfordul, ugye, hogy egy kormánypárti potentát mondta, ráfordulna egy adott témára, hogy legyünk mondjuk újra euróatlantisták, nem tartanám kizártnak, amit képviselő úr mond, hogy EU-s vagy USA zászlóval vonulnának fel a leendő békemeneten. A Nyugati Pály nevű Facebook csoport megbízásából indult egy plakátkampány, amelyet az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége is támogat. Ezekre a plakátokra azt mondja a kormány, hogy ezek háborúpártiak. Nézzük. Ruszkik haza, 1956 Magyarország, 2023 Ukrajna feliratú óriás plakátok jelentek meg országszerte az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének támogatásával. A plakátokon azt írják, béke akkor lehet Ukrajnában, ha az orosz megszálló hadsereg kivonul. A miniszterelnökséget vezető miniszter szokatlannak nevezte, hogy Amerika támogatta a kampányt. Ez tovább erősíti a politikába való és a belpolitikába való beavatkozás szándékát, ez pedig nem helyes. Amerikában sokkal szigorúbb következményekkel járó törvények tiltják egyébként ezt a magatartást, mint nálunk Magyarországon. Itt az ideje felzárkóznunk. Gulyás Gergely szerint az amerikai diplomácia nem tett le arról, hogy Magyarországot belepréselje a háborúpárti álláspontba, de a magyar kormány nem fog változtatni álláspontján. Próbáljunk meg végigmenni így a nyelvi, formálogikai szabályok alapján mindazon, amit hallottunk, és akkor talán egy kicsit jobban fogjuk érteni, hogy mi az, amit voltaképpen nem értünk. Szóval miért volna a magyar belpolitikába történő beleavatkozás egy olyan kampány, amelyik azt mondja, hogy vége lesz a háborúnak, hogyha az oroszok hazamennek? Miért volna ez egy háborúpárti álláspont? És miért érzi azt a magyar kormány, hogy ezzel rá valamilyen fajta nyomás nehezedik?
hogyha az ellentétes ez a kívánalom azzal, amit a magyar kormány akar, ezek szerint, akkor az azt mondja, hogy a magyar kormány azt akar, hogy az oroszok maradjanak Ukrajnában, hogyha, de tényleg most csak a nyelvi logika alapján próbálok menni. Ráadásul az, hogy az oroszok menjenek ki Ukrajnából, ezt magyar részről előterjesztőként Szijjártó Péter egyezte az ENSZ-ben, és az ENSZ-nek a túlnyomó többsége megszavazta. Azt, hogy az oroszok menjenek ki Ukrajnából, azt mondta Novák Katalin államfő a török elnöknél tett látogatása alkalmával. Ezt mondta Németh Zsolt, akit az egyik legismertebb külpolitikusaként tartunk számon a Fidesznek. Ezt mondja a Vatikán is, hogy menjenek haza az oroszok, amelyre Orbán Viktor hivatkozik, hogy az egyedüli békepárti rajtunk kívül Európában. Tehát, hogyha tartalmi oldalról nézzük, és nem csak a nyelvi logika alapján, akkor is bennem több a kérdés, mint a válasz. Kénytelen lesztek valamilyen módon egy fideszes nagyon befolyásos politikust meghívni, hogy ezt a rejtélyt megfejtsem, mert nekem sincs rá megfejtésem. Szerintem nagyon-nagyon jól összefoglaltad magában a kérdésben azt az abszurditást, amit a kormány állítása magában rejt. Ezek a plakátok arról szólnak, hogy akkor lesz béke. Tehát, hogy ez egy ilyen szó, hogy béke van írva, ha az oroszok hazamennek. És ahogy említetted, ezt a Novák Katalin köztársasági elnök asszony pont úgy elmondta, mint ahogy az ENSZ dokumentumban, amit szintén idéztél, az Magyarország mint társerőterjesztő jegyez, és annak, ha jól emlékszem, konkrétan az ötödik pontja volt, amit mi a parlamentbe beterjesztettünk MSZP-ként, és azt kértük, hogy ezt fogadjuk el közös békepárti nyilatkozatnak. Ha az ENSZ-be Magyarországnak mint előterjesztőnek megfelelt, akkor tán itt nekünk a magyar parlamentben is pont jó lesz, és lehetne egy nemzeti konszenzus, de ugye nem nemzeti konszenzust akar, ő feszültséget akar, ő ti, meg mi tábort akar. És a logikai bukfenc most pont abból adódik, hogy erre a plakátra, ezen a mi és ti logikán normálisan, anélkül, hogy az ember ki ne röhögné őket, nem nagyon lehet épeszű választ adni. Hát azt lehet adni, amit Gulyás miniszter úr hirtelen mondott. Van itt egyfajta ilyen történelmi politikai presztízs játék is, vagy lehet, hogy túl vagy alulbecsülök bárkit, a nézőpont kérdése. Tehát Magyarországnak azért adott mindenféleképpen egy nagyon erős kreditet Nyugat-Európa előtt az 56-os felkelés, szabadságharc, azt, ahogy akkor a magyar társadalom a saját vérét nem kímélve fellázadt a Szovjetunió ellen, vagy a szovjet elnyomás ellen, de ugyanilyen erős kreditet adott a magyar társadalomnak egész Nyugat-Európa előtt, például a rendszerváltáskori, azt megelőző, vagy annak nyitájának is tekinthető határnyitás, például a vasfüggönynek a lebontása, ami ugye a médiában kicsit később történt, mint a valóságban, de ettől függetlenül nyilvánvalóan megtörtént. Tehát ez a szabadságharcos image, ami volt Magyarországnak, vagy ez a szabadságszerető image, ehhez képest van egy kormányunk, amelyik mindenféle elnyomás nélkül azt mondja tizenvalahány éve, hogy mi szabadságharcot folytatunk, ehhez képest meg van egy ország, ahol valódi szabadságharc folyik, meg vér. Tehát, hogyha valaki szabadságharcosként és ezzel a fajta hitelesítő körülménnyel a háta mögött ki akar lépni a nyugati szintére, akkor most nem mi vagyunk a nyerők. Hát nyilván ugye a kormányzati kommunikáció, amit korábban említett, hogy itt logikai bukfencek vannak, hát itt olyan mondatok hangzanak el, hogy hát ugye én életkoromból kifolyólag nem éltem benne, de hogy gyakran Brüsszelt vagy Washingtont a Szovjetunióhoz hasonlítgatják, hát aki esetleg az átkosban ugye eltöltött éveket vagy évtizedeket, azért az hasonlítsa már össze, hogy akkor milyen volt az élete, vagy hogyan élt. Tehát zsiguli volt, vagy talán az se, üresek voltak a boltok polcai, meg most esetleg hogyan élnek, akár csak Magyarországon, de Brüsszelben az emberek, vagy Washingtonban az emberek, meg hogyan élnek mondjuk Moszkva külsőn az emberek. Tehát, hogy ez igazából nem egy liga, igazából nem tudom, hogy ezt hogy lehet eladni a magyar társadalomnak. Hát azt nem látom, tehát itt próbáljuk fejtegetni politikailag, gazdaságilag, kulturálisan, de hogy semmiféle racionalitás nincs ebbe, hogy a direkt szövetségeseinkbe, akiktől egyébként pénzt kapunk, technológiát, és beintegrálódtunk azért 90 után ebbe a nemzetközi globalizált világba. Tehát belerúgni a világ vezető katonai, gazdasági hatalmával, nem tudom, cécózni, de egy ilyen teljesen felesleges feszültséget mesterségesen gerjeszteni az unióval, akinek hát szerintem 2004 óta gyakorlatilag csak köszönhetünk. Tehát ez nem Magyarországot nem hátráltatja. Ez hogy lehet eladni a magyar választópolgárok egy jelentős részének, ezt nem
nem tudom racionális alapon megmagyarázni. Lehet benne olyan számítás, hogy azért 2010-ig mindenféleképpen minden egyes választásnál téma volt az, hogy na hol vagyunk nyugathoz képest, mennyit sikerült közeledni. Tehát egy referencia volt a nyugat, amely az aktuális kormánynak a megítélését a választáson valamilyen formában érintette, hogy ez a nyugat, mint referencia, ki van véve a magyar belpolitikai képletből, sőt azt is mondhatjuk, hogy mit számít nekünk a nyugat, meg kicsoda nekünk a nyugat, mert mi vagyunk itt a magyarok és pont, akkor innentől kezdve nincsen olyan külső mérce, amelyhez lehetne mérni a magyar kormánynak a teljesítményét, ez benne lehet? Szerintem lehetséges természetesen ez is, de ugyanakkor azt se szabad elfelejteni, hogy Orbán Viktor az szeretne nemzetközi szereplő lenni, és neki nagyon fontos, hogy a nemzetközi szintéren fellépjen. Ugye többször hallhattunk ilyen kormányközeli forrásokból, hogy unja a magyar politikát, mert magyar politikában ugye jelenleg nincsen igazi kihívója, és ő európai, esetleg globális szerepre vágyna. Ugye ennek szólt, hogy európai szélsőjobbot össze akarta hozni, ez nem jött össze. Valamiért Orbán Viktor... Némiképp összejött, csak a magyarokat kihagyták belőle. Tehát ezt tegyük hozzá ezt is, hogy... Tehát, hogy Orbán Viktor, aki magyar belpolitikában tényleg nagyon jól tudja mahinálni a szálakat, valahogyan Európában, meg globális szinten nincsen érzéke a külpolitikához. Szerintem ennek szól ez az egész nyugat ellenesség, hogy ő azt hiszi, hogy majd lesz itt szélsőjobb előretörés, Trump újra elnök lesz, és akkor ő lesz a nagy magyar vezető, aki Európa egyik meghatározó személyisége lesz. Ezért tegyük hozzá, hogy Trump úgy lett elnök, hogy nyilván nincs hozzá köze föltétlenül Magyarországon, vagy bármely más ország vezetőjének, de Orbán volt az első, vagy talán az egyetlen is a nyugati világból, aki egyszerűen politikai tétet tett Trumpnak a győzelmére, sőt aztán az újrázásra is. Joe Biden-t idézzük most, aki ezzel szemben jelenleg az Amerikai Egyesült Államok elnöke, azt mondja, hogy örömmel várom, hogy Svédországot a lehető leghamarabb NATO tagként üdvözölhessük, és arra bátorítom Törökországot és Magyarországot, hogy késedelem nélkül fejezzék be a ratifikációs folyamatot. Ezek azok a mondatok, amire azt mondja a Fidesz, ez esetben is azt mondja, illetve a kormány, hogy minél nagyobb a sürgetés, annál jobban meg kell fontolnunk, és egyébként Magyarországon 13 éve ez a kormány van, tehát pontosan tudhatnák az amerikaiak, hogy ilyenfajta nyomásgyakorlásnak mi semmilyenféle módon nem fogunk majd eleget tenni. De azért arról nagyjából konzenzus van, hogy de, meg fogják előbb-utóbb szavazni a parlamenton a kormánypárti képviselők a svéd. Amint Törökország jóvá adja, Magyarország is jóvá fogja. Mit jelent ez külpolitikailag, mit jelent ez biztonságpolitikailag? Drámai. Szerintem a helyzet drámai, és tudom személyes tapasztalatban most mondani, hogy többször említettem már, hogy a NATO parlamenti közülés tagja vagyok, és hát számos európai vagy akár határon túli találkozón veszünk részt. Ez azt jelenti, hogy a NATO tagországok parlamenti képviselőivel, tehát itt az Európai Uniós tagállamok, Egyesült Államok, Kanada is rendszeresen részt vesz, és először csak értetlenül álltak a folyamatok előtt. Ezt is a saját szememmel láttam. Aztán érdeklődőek voltak, sürgetőek, most már egyszerűen nem csak, hogy mérgesek, hanem legyintenek ránk. És ezek nem kormányzati szereplők, ezek parlamenti képviselők, akár ellenzéki, akár kormánypárti, akár jobb, akár baloldali frakcióban ülnek jelen pillanatban. A biztonság mellett elkötelezett, ugye azért ülnek a NATO parlamenti közgyűlésben, biztonsági témával elkötelezett emberek. Egyszerűen persona non grata státuszba kerültünk, nem tudom már jobban fogalmazni. És ma már nem is feltétlenül a harag a legfontosabb, hanem ennél szerintem sokkal rosszabb a teljes negligáció, a semmi bevétel, a legyintés. Ugyanis ez Magyarországnak és benne minden magyar állampolgárának fájni fog. Gazdaságilag fog fájni, és politikailag úgy, hogy miután a fél országunk lassan külföldön tanul, vagy külföldön dolgozik, megél, úgy is személyesen minden család, magyar családnak fájni fog, hogyha ez így marad és fent marad. És akkor nézzük a svédeket, akik, mint sokszor elmondom, hogy mondjam, nem egy Rotary klubhoz szeretnének, tehát nem egy kaszinóba szeretnek bemenni, szeretnék kiváltani a kis igazolványt, hogy bemehessenek, hanem az életüket és a testépségüket
féltve belépnek egy katonai szövetségbe 200 év után, nem bántó 200 év után. Nem csak, hogy féltik, hogy felajánlják a saját vérüket is, arról van szó, a másik szövetségek. Múltkor is mondtam meg azt a nem bántó 100 Gripent, amivel rendelkeznek például, amivel nekünk van egy tucat, és igen, örülünk neki. Tehát, hogy ezek ilyen egészen nevetséges dolgok. És tőlük mi ezt tagadjuk meg. Tehát nem arról van szó, hogy a svéd miniszterelnök, aki jelesül egy jobboldali párt új kormány van, jobboldali kormány van, miniszterelnökének az a vélemény, hogy Magyarországon a jogállam rossz, ezért a magyar miniszterelnök meg azt mondja, hogy Svédországban meg a nem tudom én mi a bevándorláspolitika rossz, hanem megtagadjuk tőlük azt, hogy ők biztonságban érezhessék magukat. Most ugye ezt mindenki megérti, hogy itt nem a miniszterelnök fog berágni, vagy már rágott be ránk, vagy a magyar miniszterelnökre, hanem egy népet, meg egy nemzetet haragít Orbán Viktor a magyar népre és a magyar nemzetre, lehet, hogy évtizedekre. Ehhez neki nincs joga. Neki akkor sincs joga, hogyha ennek van szerinte politikai racionalitása, és egy pillanatra is azt hiszi még, valamilyen rejtés oknál fogva, hogy ezzel a zsarolással az uniós pénzekhez fog jutni. Mert már nem fog, mert már nem érdekli az uniós közösséget szerintem, hogy a magyar kormány mivel zsarol. De ahhoz akkor sincs joga, hogy egy komplett nemzetet, egy országot, jelesül mondjuk a svédeket, de higgyük el, a finnek se fogják elfelejteni ezt a sok kedvességet, amit az elmúlt 7 hónapban kaptak tőlünk. Ugye ezt is mondja Kövér László házelnök, hogy a másnap már hátba is támadtak bennünket a finnek. És ott is egy jobboldali kormány lett hirtelen, a baloldalit váltotta. Tehát tessék megérteni, hogy ez egy nemzeti, össznemzeti hozzáállás a kérdés, ez nem jobb meg baloldal, vagy ellenzék meg kormánypárt kérdés. Ez a finnekhez hadd fűzek hozzá annyit, hogy amikor még én a nagyjából a Magyar Bálint időszakban töltöttem a közoktatásban az éveimet, ez a finn-magyar rokonságot, ezt mi még nagyon premierplánba kaptuk, tehát akkor tanultunk ilyen közös szavakat, hogy a hal az a kal, a kéz, a kesz, stb. Tehát ez egy ilyen nagyon aktívan így benne volt szerintem a köztudatban. És ez 2010 után, mintha leradírozták volna a térképről, akkor az emlékezett politikának a hatalmára akarok rávilágítani, hogy akkor itt szinte ez a Kipcsak meg török-türk vonalhoz próbálják Magyarországot mesterségesen csatolni, mint ahogy a kommunizmusban pedig ugye valahogy ilyen szovjet-magyar barátságot próbáltak kreálni, ugye hát mi tudjuk, hogy mennyi igazság alapja van. Törökökre is érdemes kitérni egy-két mondatot, és 30 napon belül választások lesznek, és egyáltalán nem biztos, hogy Erdogán marad hatalmon, sőt, hogyha jöttünk a közvéleménykutatási adatoknak, akkor ő menni fog. Ez is felvetés... Bocsánat, azért próbáljuk egy pillanatra elképzelni azt, hogy ennyi év, illetve évtizedes lényegében korlátlan és egyre inkább kiteljesedő neoiszlamista uralom után majd elbuk egy demokratikus választást, és azt mondja, hogy tessék itt az irodám kulcsa, de azért ezt várjuk meg. Azért ebben még lehetnek problémák, valószínű, hogy nem olyan, hogyha lesz is hatalmi átmenet, az valószínű nem olyan lesz, mint az Egyesült Államokban, ahol ugye kezet fog az előző, meg a következő. Na, azért volt egy kapitólium következő most. Elnök. Most ugye, és akkor pont jó az átkötés Trumphoz, és ugye Trumpban nagyon reménykedik a magyar miniszterelnök, hát egyelőre nézzük meg, hogy őt egyáltalán le fogják-e csukni, vagy hogy el tud-e indulni egyáltalán, őt válasszák ki, meg még meg is kéne nyerni egy választást. De amire mondjuk az amerikai nagykövet David Pressman utalt, hogy az orosz ellenességben abszolút kétpárti egyetértés van. Tehát az nem igaz, tehát hogy azt várja Orbán Viktor, hogy majd jön Donald Trump, és akkor itt nyugodtan ezeket az orosz bizniszeinket lehet tovább folytatni, szerintem akkor nagyon tévúton jár. A svédekre még egy mondattal rákanyarodva, hogy én ugyanaz, amit korábban is elmondtam, hogy nem látom, hogy az egész magyar külpolitika koncepciótlan, hogy mit nyerünk ezzel a történettel. Tehát, és előre most zsarolunk, de előre bejelentettük, hogy meg fogjuk szavazni. Tehát az milyen zsarolás, hogy amikor előre megmondom, hogy mégis meg fogjuk szavazni. Tehát nem látom, hogy ebbe az egészben mi a nyereség. Hogyha mondjuk ki tudnának zsarolni, nem tudom, valamilyen svéd, nagy, magas hozzáadott értékű vállalat jön Magyarországra, hoz kutatásfejlesztést, vagy nem tudom bármit, de ezt nem látjuk. Tehát egyáltalán nem látom, hogy mi ebbe a koncepció. Egy mondat még ez, azért ez egy nagyon érdekes dolog valóban. Bár Trump az Trump, tehát én azt akartam mondani, hogy jelenleg ugye demokrata adminisztráció van, de az az egészen érdekes, hogy az elmúlt évtizedekben a republikánusok voltak azok, akik például Oroszország viszonylatban ezerszer brutálisabban a vörös vonalat meghúzták mindig is. Nyilván a szovjet-orosz időszakban meg pláne, de az utána lévő időszakban is. Most persze egy demokrata adminisztráció alatt egy háború tört ki, de én azt gondolom, hogy a republikánus párt és a mögött álló ideológiai és egyéb konzervatív, egészen kemény konzervatív köröknél az orosz viszony az nem tud egyik napról a másikra átugrani. Ebben persze, még egyszer mondom, Trump az egy külön jelenség, mert hogy nem a republikánus párt terméke, hanem ő maga volt
meg nem tudom, akkor gondolom három ember, akire hallgatott, vagy egy sem, nem tudom. De hogy ebben valóban olyan nagyon nagy változás az Ukrajna támogatásával kapcsolatban, meg annak mértékében lehet változás az Egyesült Államok politikájában, de az Oroszországhoz való viszonyban én nem hiszem. Erre még én is reflektálnék, hogy még ha az Oroszországgal kapcsolatos politikában lesz is változás, az biztos, hogy a Orbán kormány Kína barát politikáját egy Trump adminisztráció sem fogja eltűrni. A Donald... kínai kereskedelmi háborút az Trump robbantotta ki, tehát például ezt az apróságot ne felejtsük el. És Trump a napokban megjegyzést tett Emmanuel Macron francia elnökre, akinek többen úgy értelmezték, hogy Kínával szemben megengedő nyilatkozatot tett, és maga Trump is neki ment Macronnak, akit barátjának nevezett, tehát itt még a személyes kapcsolatok se fognak számítani. Az Amerikai Egyesült Államok az egyszerűen Kína ellenes, nagyhatalmi rivalizáció van, és Magyarország nem teheti meg, hogy így lavírozik. Az utóbbi hónapoknak az eseményei, már ami Ukrajnában történt háborús fronton, nagyon röviden összefoglalva, először is ugye nagyon jelentős területeket vissza tudtak foglalni az ukrán csapatok, emlékszünk erre tavaly ősszel, aztán az oroszok úgy válaszoltak, hogy megpróbálták a tél közelettével tönkrebombázni Ukrajnának az energetikai infrastruktúráját, nem sikerült, Ukrajna ebből fölállt, a telet túlélték, mondjuk az is igaz, hogy enyhe volt egyébként a tél, ezek után az oroszok elindították az úgynevezett téli hadjáratot, ahol jelentős előretöréseket próbáltak meg elérni, megtalálják egyébként Rácz Andrásnak a Facebook oldalán. Fönt van egy olyan előadás, hogyha jól emlékszem, akkor éppenséggel ott láttam, de ő maga beszél ezen az előadáson, hogy kiszámítva a téli hadjáratban, hogy mennyit tudtak előre haladni az oroszok, napi 4 méter. Tehát nagyjából így lebontva, tulajdonképpen teljesen sikertelenek voltak. A precíziós rakétatámadások azok radikálisan csökkentek, ezt Bendrazsevszki Antonnál olvashatják számokkal, statisztikákkal összesítve, mert vagy tartalékolnak a későbbiekre, vagy pedig fogytán vannak ezek az eszközeik. Tehát úgy tűn, és mindezt úgy egyébként, hogy több 100 000 embert soroztak be, illetve a részleges mozgósítás során ennyi emberrel próbáltak meg eredményeket elérni. Nem sikerült az elmúlt fél évben. Ezek után mondja azt Orbán Viktor az évértékelőjén, amit olvassuk ezt a néhány mondatot, mert természetesen Amerikához való kapcsolat is van ebben a kijelentésben. Szóval azt mondja a miniszterelnök, hogy a háború egyre vadabb és kegyetlenebb lesz, ezért jó, ha felkészülünk, hogy a velünk szembeni hang nem is egyre durvább és kíméletlenebb lesz. Biden elnök a jó barát helyett, ő volt André Goodfriend, majd mindjárt rá is kitérünk. Egy présembert, ő a Pressman, magyarra fordítva, küldött nagykövetnek, hogy bármi áron, de préselje bele ma a magyarokat a háborúba. Szóval látható egyébként, hogy az oroszoknak a katonai eredményei azok a saját minden korábbi elképzeléseket rendre az újabb és újabb műveletek azok alulmúlják. Ehhez képest Magyarországon erősödik az a retorika kormányzati részről, hogy egyre nagyobb az eszkalációnak, a világháborúnak, sőt a nukleáris háborúnak a veszélye. Ez élesen szemben áll mindazzal, amit a harctéren láthatunk. Ettől persze még nyilván az ördög nem alszik, de egyelőre a körülmények napi szinten azok más támasztanak alá. Én azt tenném hozzá, hogy ugye a politikai, kommunikációs részéről sokat beszéltünk, a gazdasági részét egy picit talán behozva, hogy Orbán Viktornak ez a személyes szabadságharca a nyugat ellen, ez egyébként nagyon sokba kerül nekünk, nagyon sokba kerül az országnak, tehát az a gyakorlatilag 1000 milliárdokban mérhető kár, szerintem ezzel nem túlzok, ugye azok az uniós összegek, amik már nem jöttek meg. Nyilván ez okozza a rendkívül magas inflációt, ugye a győzelmi jelentések közepette azért ma ne felejtsük el, hogy a maginflációs adat 25,7% volt, az élelmiszerinfláció majdnem 43%, és például egy ilyen dologról erről kevesebb szó esett korábban, hogy a kettős adóztatási egyezményt például az USA felmondja, és hogy mondjuk esetleg valaki tőzsdézik, nem tudom, hogy ez a magyar társadalom mekkora hányadát érinti, gyanítom, hogy inkább kevesebbet, de például, hogyha volt... Itt is ott is adózik. Így van, tehát hogyha van egy árfolyamnyeresége, vagy kap egy osztalékbevételt, kamatbevétele, akkor le fog adózni az Egyesült Államokban, és le fog adózni Magyarországon. És egyébként már 1979 óta, tehát ezt az Amerika még a kommunista diktatúrák, kádári diktatúrával megkötötte, most pedig felmondja. Ez is gyakorlatilag azért egy elég erős jelzés, és illetve még amit újságíró úr mondott visszautalva, hogy ez a lavírozás nem működik, ez nagyon igaz, tehát hogyha megnézzük akár csak a magyar történelmi példákat, hogyha egy kis kitekintőt meg lehet nézni, hogy ez a kálai kettős, ez a hintapolitika mennyire működött a világháborúban, kicsit beszélünk az angol szászok felé, kicsit a nácik felé, hát gyakorlatilag az lett a vége, hogy Budapestet porig rombolták, és majd a győzedelmes szovjet hadsereget
itt maradt 45 évig tulajdonképpen az országunkban, és még 45 januárjában is a teljesen bukott Német Birodalmat támogattuk. Tehát ez a hinta politika, hogy kicsit ide is beszélünk, meg kicsit oda is beszélünk, egy ennyire kiélezett helyzetben világosan oldalt kellene választani. Igen, arról már sok tanulmány megjelent, meg történészi visszaemlékezések is, hogy az ide-oda játszás az akkor, amikor békeidő van, és úgy egyébként a hinta mindkét oldalán van valamilyen fajta konjunktúra, amit ki lehet használni, akkor az kifizetődő egy határhelyzetben. Ott viszont ezek nagyon veszélyessé tudnak válni. És azt hát mondja egyébként a magyar... Nem csak veszélyessé válik, hanem kipróbálta Magyarország, ugye nem egyszer. De hát most épp attól félt mindenkit a magyar miniszterelnök, bennünket, magyarokat, mi magyarokat, hogy az amerikaiak belepréselnek minden erejükkel bennünket a háborúba, és annak mi lesz a vége. Most Romániában, Lengyelországban, balti államokban mi van ott? Azok az országok már lángban állnak? Nyilván nem állnak lángba, és nyilván ez az abszurd kommunikációnak a továbbvitele. És nyilván van benne politikai és gazdasági érdek is, hogy ezt a pozíciót veszi föl a kormány, de ugyanazt mondom, mint a műsor elején. Ennek az az oka, hogy a nyugati szövetségesi rendszeren belül Orbán Viktor ezt a hatalmi gépezetet, amit kiépített, és amiről beszéltünk itt, akár kommunikációsan, akár most a vagyon és a nemzeti jövedelem magánvagyonná transformálásáról még nem is ejtettünk szót, egy új uralkodó osztály kialakítása és egy rendes, akár évtizedekig tartó feudális viszony létrehozását, ezt egy nyugati szövetségesi világban senki nem fogja neki legitimálni. Ezért miután ez az ő politikájának, a pártpolitikájának a lényegét támogatja, ezért keres szövetségeseket máshol. Csak éppen ez a máshol, ez egy háborús agresszor jelen pillanatban, például Oroszország tekintetében, és biztos, hogy marha szép szónoklatok hangoztak el a 30-as években Magyarországon, hogy miért kell Németországot és a náci Németországot Magyarországnak, barátjának és partnerének tekinteni. Ezek most már asztalra teendő dolgok, mert kezdenek egészen komoly párhuzamok lenni. Egyszerűen ez az ország, és 10-ből 10-szer a jobboldali vagy szélső jobboldali kormánya ezt az országot bevitte az erdőbe mindenféle nacionalista birodalmi baromságok alapján, és minden alkalommal úgy jöttünk ki, hogy majdnem belehaltunk, az első alkalommal elvesztettük az ország területének kétharmadát, a második alkalommal meg ezt sikerült konzerválni valószínűleg örökre. Tehát, hogy, és százezrek meg milliók haltak meg, civilek is. Én most nem akarok nagyon nagy fejtegetésre belemenni, én csak azt akarom mondani ezzel, hogy az egésznek szerintem nincsen semmilyen víziója, semmilyen nagy globális gondolata, hogy majd mi lesz itt Kína vezetésével, meg semmi, az van, hogy egy NATO nevezetű szövetség, ami demokratikus államok szövetsége, az nem tűri meg azt, amit Orbán Viktor és a Fidesz művel egy tagállamában, vagy legalábbis nem hagyja szó nélkül. Ezért őket ellenségnek kiáltjuk ki, miközben, ahogy az műsor elején elmondtam, Magyarország pontosan tudja, a Magyarország kormánya is, hogy a nemzet biztonsága és katonai biztonsága tekintetében meg nincs alternatívánk, és számítanánk rájuk, hogyha bajban lennénk. Ugye az már elhangzott a műsorban, hogy gazdasági, politikai, ideológiai befolyásszerzési számos fókusza lehet a külpolitikának, és a magyar kormánynak az egy visszatérő alap megközelítése, hogy ha kiszolgáltatottak, elkötelezettek vagyunk valamilyen fajta nagy aktor felé, akkor ő majd befolyást próbál szerezni, és ezzel ellen vívunk mi szabadságharcot. Na most menjünk egy kicsikét a térképnek a másik oldalára. Oroszországnak jelen pillanatban Magyarország energiaellátását tekintve lényegében monopóliuma van, vagy legalábbis rendkívül erős pozíciói vannak. A nyugattal ellentétben az oroszok, azok olyan értelemben tisztességes partnerek, hogy ők csak elkérik a pénzt a gázért, és egyébként nincsen politikai befolyásszerzési és egyéb motivációjuk. Az oroszok azok, ugye úgy ismerjük őket, hogy nem használják ezeket a monopóliumokat arra, hogy országok belügyeibe beleavatkozzanak, akár informálisan is, vagy? Hát, hogyha orosz barát a kormány, akkor természetesen nem avatkoznak be. Egyébként Oroszország jobban eltűri ezt a fajta korrupció alapuló rendszert, mint amit Orbán Viktor kialakított, és lehet, hogy hajlandó csúszópénzeket is adni bizonyos szereplőknek. Ilyen szempontból lehet, hogy jobban megéri bizonyos döntéshozóknak Oroszországgal való barátkozást erőltetni. Én ezt mondom. Ehhez még
Nyilván, hogy erre ráállásunk, ahhoz történész nemzedékeknek kell majd felnőniük és elmúlniuk és levéltáraknak megnyitniuk, úgyhogy ezt adjuk meg még egyelőre, nagyon de még nem tudjuk alátámasztani. Ez a legnagyobb baj egyébként a magyar külpolitikában, mint ahogyan a beszélgető társaim többször elmondták, hogy nem tudjuk, hogy mit, miért tesznek. Nagyon adhoknak tűnik a döntéshozatal. Nézzük meg, már említettük többször, Orbán Viktor beszédéből is idéztünk az évértékelőről, a jó barátot emlegette, André Gutfriendet, aki a Barack Obama adminisztráció idején volt Magyarországon nagykövet. Az is egy turbulens időszak volt, nézzük. Alig fértek el a sajtó munkatársai 2014. októberében az Egyesült Államok nagykövetségének termében. André Gutfriend amerikai ügyvivő ezen a tájékoztatón ismerte el, hogy az USA megtiltotta a beutazást egyes magyar állampolgároknak korrupció miatt. A jogállam meggyengítése, a civil társadalom elleni támadások, az átláthatóság hiánya, ezek mind olyan trendek, amelyek nagyon gyorsan mennek végbe. 2015-ben az Obama adminisztráció által kinevezett Colin Bell nagykövet is keményen kritizálta a magyar kormányt. 2016-ban aztán sokan azt várták, hogy fordulat áll be a két ország viszonyában. Donald Trumptól a kapcsolat javulását lehetett remélni. A kormány CEU-t érintő intézkedései miatt viszont a David Kostelenczyk ügyvivő által vezetett nagykövetség többször is kiállt az egyetem mellett. Őt David B. Kornstein váltotta 2018-ban, aki már sokkal barátságosabb volt. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint a viszonyt leginkább a bizalmatlanság jegyzi. A mi szövetségiség bizalom megrendülése miatt élesebb hát megjegyzések, Twitter és egy megjegyzések hangzanak el. Aminek mögött azért ott van természetesen az is, amit szintén nem kell letagadni, tehát a amerikai kormányzat politikai ideológiája, vagy ideológiai meggyőződése gyökeresen már eltér a magyar kormánytól. Magyarország és az Egyesült Államok 101 éve állnak diplomáciai kapcsolatban. Kijavított a bejátszás alatt Rostoványi András, akinek köszönöm, ugye André Gutfriend nem nagykövet volt, hanem ügyvivő, Colin Bell követte őt egyébként ügyvivőként a diplomáciai képviselet élén. Szóval André Gutfriend Barack Obama adminisztrációhoz tartozott, de hát a Trump-féle külügyminisztériumban egyébként ő igazgatóként dolgozott. Tehát vannak olyan fajta folyamatosságok az amerikai külpolitikában, amelyek nem írhatók le pusztán annyival, hogy demokrata vagy republikánus. Ezt korábban már említettem, igen, hogy ebben a témában két párti egyetértés van. Még, bocsánat, hogy mondotta visszajutva, hadnék az energetikára, ugye a kritikának ez is az egyik része, hogy gyakorlatilag semmit nem tett a retorikán kívül Magyarország azért, hogy az orosz gázról vagy az orosz nyersanyagokról le tudjunk válni, sőt, ugye bejelentették, hogy orosz, vagy hát nem orosz, de hogy gázerőműveket építünk, és valószínűleg a kínai akkumulátorgyárat vagy gyárakat ebből fogjuk táplálni, ami által olyan 60-70%-a megnő a magyar energiaigény, hát ugye ezt már nyilván valahogyan finanszírozik, ugye a finanszírozás kérdés is érdekes, tehát EU-s pénzek nélkül ezek a különböző 7-8%-os kamatozású dollár kötvény kibocsátások, hát ezeket majd valakinek valószínűleg majd a mi generációnak kell visszafizetnie. Gyerekeiknek. Úgyhogy érdekes időszak elé néz. Arangozó Tamás. Hát én ezt a gondolatot akarom folytatni, hogyha nagyon lecsupaszítjuk az egészet, akkor azt látjuk, hogy a mi boldog következő évtizedeink arról fognak szólni, hogy orosz gázzal kínai gyárakat fogunk elektromos árammal ellátni, és ott jobb esetben magyar rabszolgamunkaerő fog gépek mellett valamit nyomogatni, rosszabb esetben, ami már most zajlik, tízezrével és százezrével fognak isztánokból és egyéb más országokból munkaerőt is hozni Magyarországra. Nem lesz az akkor, amit kiváltják őket a robotok. A magyar választópolgárok meg tovább fognak menni az átkozott nyugatra, és ott fogják megvalósítani az életüket. Nem szeretnék ilyen országban élni, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha a magyar emberek többsége is fölébredne, és észrevenné, hogy van más út ennek az országnak. Gyors végszó, Rostoványi András. Én szerintem a magyar kormánynak nincs igaza, amikor arra gondol, hogy majd egy amerikai választás meg fogja változtatni az Egyesült Államok külpolitikáját. Szerintem egy republikánus adminisztráció is ugyanezt fogja folytatni, akkor is, ha Donald Trump van az élén, nem az elnök dönt mindenről. Rostoványi Andrásnak, Harangozó Tamásnak, Pék Szabolcsnak köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a késő estig tartó figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát, viszontlátásra.